Sziasztok, Bálint vagyok, és annyira kijöttem a kamerázásból, hogy az előbb nem vettem fel a videónak a felét, úgyhogy újra kezdeném. Tehát ez a videó arról fog szólni a mai napon, hogy egy picit felfrissítsük az elmúlt 3 hónapot, hogy mi is történt. Szeretnék nektek magyarázatot adni arra, hogy miért is tűntem el, miért vagyok kevesebb a social media felületeken, illetve hogy mik is történtek, illetve mi fognak történni majd a csatornán, tehát egy kicsit így összefoglaló arról, hogy mit várhattok tőlem továbbiakban. Azt szeretném elsősorban megmagyarázni, hogy a nagy videóm, a Megbélyegezve 2, aminek a címe, azt már kijelenthetjük, hogy az új utakon csúszik 2 hónapot, ami szerintem eléggé sok időnek számít. Nem teljesen így terveztem én se. Ez eredetileg január 1-én elején debütált volna, és ugye a versenyfelkészülésnek az utolsó része az nagyjából november végén ment ki a csatornán, így egy hónap maradt volna ki, ami viszont kárpótlás céljából ugye egy 40-45 perces videót kaptatok volna annak fejében, hogy egy hónapig nem gyártok mondjuk tartalmat. Ez úgy gondolom, hogy korrekt ajánlat lett volna, viszont ennek fejében ugye, mivel csúszik a nagy videó, és ezzel vagyunk elfoglalva, illetve vagyok-e elsősorban, ezért a tartalom az ugye nem ment ki. Nem is tudtam tervezni, nem úgy alakultak a dolgok, és tulajdonképpen pihenni, hát ilyen kényszer pihenőre kerültem nagyjából, legalábbis legbelül így élem meg. A másik dolog pedig, hogy nyilván ezt a 3 hónapot próbáltam pihenővel eltölteni, mind fizikálisan, mind mentálisan, hogy tavasszal, illetve a második, tulajdonképpen másik szegmens ennek a témának, vagy a témáknak, hogy elkezdtem a tömegnövelésem, ezt nagyjából 94-95 kilóról indítottam el, nagyjából 3-4 hónapos lesz, és azt követően fog lenni egy 8-10 hetes pihenőidőszak, ami után pedig már nyár elején leszünk, és onnantól kezdve meg kezdődik a felkészülés valószínűleg, ha minden jól megy, akkor a következő őszi versenyre, amit szeptember végén fog lenni. Nem mondom a nevét, mert egyelőre nem biztos, nem akarom lelőni a poént, viszont egy eléggé nagy megmérettetés lenne, következő lépcső, gyakorlatilag az olimpia előtt, úgyhogy ebben már sokan sejthetetek. Tulajdonképpen egyébként az, hogy most összejött, nem jött össze ez a pihenési időszak, mondhatni kényszerpihenő, ugye a munkám belül is sok minden nem úgy alakult, mint ahogy szerettem volna. Jelenleg ugye szerződéseket kötök általánosságban. Kijelenthetjük, hogy egyébként a csapat is egy másik szintet tudott lépni. Ugye különböző edzőket kezdtem el úgymond a csapatban alkalmazni, az ő segítségükkel pedig úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy szintet fogunk tudni ugrani a saját szintünkhöz képest. Ennek fejében a csapaton belül van egy verseny, hogy ki jut hozzá a szponzorációkhoz, ki lesz úgymond az elit résznek a tagja, és úgy gondolom, hogy ez egy motivációt is tud adni mindenki számára. Tavasszal nagyjából 4-5 lány fog készülni, illetve egy fiú, viszont az őszre oda nagyon sok srácot fogok készíteni, illetve készítünk. Úgy gondolom, hogy nagyjából szerintem elég esélyes fiúk fognak összedebütálni majd a csapatban, fizik kategóriában főleg. Úgyhogy ezt szerintem Magyarországon nagyon-nagyon erősen tudjuk majd prezentálni az őszi szezon folyamán. Ezen kívül igazából, amit kell tudni rólam, hogy mindenkinek szerintem vannak mentálisan rosszabb időszakai. Én is egy ilyenben vagyok benne, vagy illetve ilyenen voltam túl, vagyok túl. Nem könnyű néha feldolgozni különböző olyan dolgokat, amikkel számoltál, amit terveztél. Gyakorlatilag volt egy célod valamivel, és most azt ki kell dobni a kukába, újra kell tervezni mindent, és felülírja a többi ember ezeket a dolgokat, és nem tehetsz róla. Hát nyilván nem ragadsz le, de idő, ameddig úgymond újra szervezed magad körül a dolgokat, és újra erőt veszem magadon, hogy teljes mértékben áttervezd, illetve megtervezd, stabilizáld és kondicionáld ezeket a
az elképzeléseket, és a gyakorlatba is átültesd. Úgyhogy most szerintem egy ilyen időszakon vagyok túl, kemény 3 hónap volt. Mindenkinél úgy gondolom, meg azt tapasztalom, illetve hallom, hogy mentálisan nem volt könnyű az éveleje. Nem vagytok ezzel egyedül, szerintem eléggé sok mindenki benne van ebbe. Az a magyarázat pedig, hogy miért tűntem el a social médiáról, az, hogy egyrészt ugye a YouTube-ot azt szerintem megmagyaráztam, hogy nem így terveztem, illetve az Instagramról pedig azért legfőképpen, mert úgy éreztem, hogy egy olyan irányba megy el a platform, amit nem akarok képviselni. Ez egy ilyen hamis, ez egy ilyen teljes mértékben, tehát most is felmegyek, és akkor megnézem az egyik fitness sztárnak a képét, és egyszerűen ilyen nincsen, tehát egy ilyen jó minőségű képet úgy, hogy minden szeparáció ott legyen a képen, ilyet itt nem lehet csinálni különböző programok nélkül. És tök jó, hogy ezt megcsinálja az ember, meg hogy ebből gyakorlatilag mindenkiben csinálsz egy ilyen képet magadra, és között sincsen ehhez, tehát hogy ez egy önbizalom hiányt ébreszt az emberekben. Úgyhogy mindenkinek igazából ez a látszat nagyon-nagyon fontos, de legbelül meg mindenki tudja, hogy ezért ezek az emberek sem többek között egyébként, amikor versenyeztem már többször most már Andréval, illetve a többiekkel, illében valahogy egyikük sem olyan meghatározó személyiség, mint a videókon vagy a képeken megnézve, de ez az én tapasztalatom. Viszont úgy gondolom, hogy mint magyaroknak kötelességem ezeket elmondani, és bíztatni benneteket is, hogy nem feltétlenül kell hinni ezeknek a képeknek, illetve videóknak. Összegezve, nagyjából egyébként is egy ilyen 10 perces videót gondoltam volna ezekkel az információkkal kapcsolatban. Az elkövetkezendő időszakban szerintem lehet, hogy ebből egyébként egy rendszert is, egy sorozatot fogok csinálni, amikor nagyjából szerintem 2 hetente itthon felveszek egy tartalmat, és pár témát kibesézünk. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy milyen témákat szeretnétek boncolgatni. Ugye múltban még egy pár gyors gondolat. Ugye az elmúlt pár hónapban volt egy-két hangadó a magyar fitness videós testépítő egyvelegéből. Azért itt volt összeveszés, volt beszólogatás a másiknak, itt volt megalázása a másiknak, volt őszintesség, volt szakmaiság, elég sok minden volt így elméletben. Pálinkaivástól elkezdve a kutatásokon át, azonban valamilyen szinten én is álláspontot szeretnék foglalni, és ebből valamilyen szinten szeretnék is kimaradni, mert nem akarok beleszólni abba, hogy kinek van igaza, illetve kinek kevésbé. Szerintem nem ez a lényeg, inkább mindenkinek magával kéne foglalkoznia, de ez az én véleményem. Azonban nyilván én is, hogyha szeretnétek, akkor szívesen beszélgetek akár magyar vagy külföldi testépítőkről. Ki is elemezhetjük őket, csinálhatunk erről egy különböző sorozatot, amiben tegyük fel, mondjuk előveszünk egy sportolót, és kielemezzük a teljesítményét, hogy milyen mentális úton mehetett át, milyen fizikai változásokon ment át, és fizikálisan mennyit tudott fejlődni a bizonyos kategóriájában, vagy pedig sportjában. Tehát ez a vonal sokkal inkább vonzóbb lenne számomra. Abban viszont még álláspontot foglalnék, hogy szerintem sem a kutatások által fogunk olyan nagy mértékű tudásra szert tenni, hogy kutatások jók, a kutatásoknak van értelme, érdemes meghallgatni ezeket a dolgokat, illetve kipróbálgatni, viszont az sem igaz, hogy ha valami nekünk jó, akkor az másnak is jó lesz. Ha te annyira okos vagy, akkor valamilyen szinten mutasd meg azt, hogy te magadon vagy máson fel tudod ezt mutatni, ezt a tudást, és amíg nem tudod ezt felmutatni, addig szerintem sem szabadna belekötni olyan emberekbe, akik már valamilyen szinten letettek valamit az asztalra, különböző témában, sportban, vagy egyéb bármilyen úton, módon. Nagyon vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, hogy kinek és mit mondunk, úgy gondolom, mit veszünk fel. Ebből lehet nagyon szép marketinget csinálni, nagyon-nagyon fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet, viszont intelligensen is egyébként meg lehetne beszélni ezt privátban.
ugye, hogyha valaki kultúráltan akarja ezt kezelni, aztán valaki nem képes ugye megbeszélni ezt privátban sem, tehát hogy üzenet formájában. Vannak ilyen buta emberek is egyébként a magyar sport társadalomban, testépítő társadalomban is, de ez az ő dolguk, mi foglalkozunk a sajátunkkal, foglalkozunk azzal, hogy idén akkor megyünk az olimpiára, ti meg elkísértek, és ott fogunk találkozni, és mindent fel fogunk venni nektek. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok meg a kommentben, hogy milyen videót szeretnétek látni, milyen témákat, milyen embereket, sportolókat elemezzünk, és következő videóban majd találkozunk. Sziasztok! I know that I gotta stay away.